A Rally Európa bajnokságon három kategóriában három párosnak szoríthattunk 2020-ban. Herczig Norbert és Ferenc Ramón a koronavírus járvány miatt az ötfordulós bajnokság három állomásán tudott részt venni a Volkswagen Polo R5-tel. A négyszeres magyar bajnok az összetett tizedik pozícióban zárta az RC tavalyi küzdelmeit. To be fair, more people seem to have enjoyed this afternoon than that haven't. Nagyon-nagyon keveset ültünk autóba. Én nem tudom utoljára, mikor ülhettünk ennyire keveset autóba. Szerintem nem is volt az elmúlt 15-16-7 évben, 20 évben olyan szezon, hogy ennyire keveset tudtunk autóban ülni. Folyamatosan készenlétben kellett lenni, és azt figyelni, hogy éppen mikor tudunk éppen elutazni az adott versenyhelyszínre, vagy mikor tudunk versenyautóba ülni. Folyamatosan alkalmazkodni kellett a lehetőségekhez. De én azt gondolom, hogy ahogy az előbb mondtam, szerencsések vagyunk, mert mégiscsak csinálhattuk azt, amit nagyon szeretünk, még hogyha ha egy picit azért ez verejtékesebb volt. És ahogy az előtte is mondtad, volt egy nagyon-nagyon picit, vagy volt jó párszor egy-egy olyan részeredmény, ami nekünk volt, hogy volt egy nagyon fontos visszaigazolás a munkánknak az, amit csinálunk, és hogy elindultunk egy úton, és hogy van esélyünk arra, hogy itt a hőn állított célt elérjük egyszer csak. A negatív az mindenképpen rögtön az első futam volt a Rally di Roma. Ott nagyon-nagyon jó formában kezdtünk, annak ellenére, hogy nem volt hosszú a teszt időszakunk, és ott egy sajnálatos kicsúszásnak, ami abszolút mondtam, hogy az én hibám volt, lecsúsztunk az útról, és megsérült az autó, és ott kvázi kiestünk a versenyből, aztán vissza tudtunk állni szuper rallyba, de ott már nem termett túl sok babér nekünk. Ez volt alapvetően rögtön az elején a mélypont. Azonban az azt követő versenyeken nagyon jó volt a tempónk. Azt látni kell, hogy sajnos mi az idejében nem tudtunk Murván versenyezni. Ez egy nagy hátrányunk is, hogy egy picit alapvetően hátrányban vagyunk a Murván, hiszen az elmúlt években Magyarországon nagyon kevés Murva verseny van, nem csak az elmúlt években, hanem folyamatosan a Magyar Rally Bajnokság sajnos egy-két futamot tud csak felmutatni Murván. Ezáltal nyilván aszfalton van sokkal nagyobb rutinunk, és azt láttuk, hogy folyamatosan vannak nagyon jó részeredményeink. A Rally Hungarin kinézett egy dobogós helyezés nekünk, és ami nagyon fontos volt, hogy be tudtuk bizonyítani azt, hogy azokon a pályákon, ahol esetleg van egy picivel több rutinunk, mentünk már rajta versenyautóval, ott méltó ellenfelei tudunk lenni az ERC élmezőinek. Magyarországon is látszódott, hogy azokon a pályákon, ahol korábbi években mentünk már versenyautóval, volt már tapasztalatunk, akár nagyon régen még, akár VRC-vel is, ott tudtunk nagyon jó időeredményeket menni. És ez megint csak annak a visszaigazolása, hogy a teszt, hogy folyamatosan kocsiba kellene ülni, és ha valami, akkor ezt próbáljuk most 2021-ben megugrani, hogy úgy tudjunk oda menni minden EB futamra, hogy van több száz kilométer a lábunkban. Mert az elmúlt időszakban egy picit visszanézem a mi kis almanakunkat, akkor azt látom benne, hogy akkor, amikor korábban Magyarországon, amikor versenyeztünk, és kiélezett csata volt, akkor általában ki tudtunk belőle jól jönni, és nagyrészt mi voltunk azok, akik egy-egy kivételtől leszámítva, amikor nekünk tudott szélesebb lenni a mosoly a végén a versenyen. És most itt az EB-n 2018 óta valamiért egy picit mindig mi húzzuk a rövidebbet, azt látom, de ez meg egy kicsit számomra azt mondom, hogy megmosolyogtató, mert ez olyan igazán én vagyok, hogy küzdök, és egyszer csak elérem alapvetően a célomat, remélem, hogy most is így lesz, soha semmit nem kaptam könnyedén, és ez is egy olyan helyzet itt most az EB-n. Három évvel ezelőtt, amikor az első évünkben kétszer egymástán dobogóra tudtunk állni, akkor is nagyon óvatosan fogalmaztam, és mindenkit egy kicsit úgy le kellett higgasztanom magunk körül, hogy mindenki nyugodjon le, mert ez még nagyon az út eleje, és az, hogy mi ezt a két dobogót hoztuk ehhez azért kellett a többieknek a valamilyen szintű bal szerencséje. Természetesen nem mentünk lassan, nem erről van szó, de azért azt ott mi még nem tudtuk a saját tempunkból, és ezt látni kell, és nem kell állítani saját magunkat. Úgyhogy remélem, hogy most már ez az év, két és fél év versenyzés után, mert az idejét egy kicsit fél évnek veszem, ahol már önerőből fogunk tudni gyorsan menni.
már most mondtam, hogy nagyon jól állunk. A és B verziót csináltunk, abban az esetben, hogyha összejön az, amit szeretnénk, az az A verzió, egyértelműleg arra készülünk, akkor mind a 8 utamon fogunk tudni menni, és egy nagyon komoly tesztprogrammal megspékelve, egy olyan tesztprogrammal, ami azt gondolom, hogy Magyarországon egyedülálló, hát ez büszkén kimerem jelenteni, a világon azért nem feltétlenül, tehát azt itt azért látjuk az ellenfeleinknél, hogy mennyire sok 100 kilométert tudnak tesztelni egy-egy EB futam előtt, vagy netántán egy EB futamra egy VB-n tesztelnek, tehát ez is benne van. Én azt gondolom és azt látom, hogy a jelenlegi állapot szerint mi jól állunk, és optimistán várom a februári hónapot már, és a márciusi, tehát az év kezdetet, a szezon kezdetet. Én azt hiszem, hogy nagy esélyünk van arra, hogy most 2021-ben megugorjuk azt, ami az elmúlt években hiányzott, és ez a teszt. Mindig egy picit kilógtam a sorból. Rám nagyon könnyen rám sütötték a bélyeget, hogy a Herczig Norbi nagyképű, mert nem áll szóba senkivel, lehet, hogy még talán saját magával sem. Aki ismer, az pontosan tudja, hogy milyen vagyok. Van egyfajta valamennyi önbizalmam, ami nagyon sok munkával állt össze. Az egyik része, a másik része, hogy sajnos úgy alakult ki az életem, hogy a versenysportból, a versenytársakkal nem nagyon alakult ki kapcsolatom. Hogy ez most jó vagy nem jó, ezt nem tudom megmondani, de azzal egyszerűen kitöltődik az időm, hogy összerakom azt a hátteret, hogy versenyezni tudjak korábbi években. Majd van egy vállalkozásunk, amit vezetnem kell, amiben nagyon tevékenyen részt kell vennem, és van egy családi életem, amit nagyon-nagyon óvok. És ebben nem fér bele az, hogy bandázzak. Amikor oda mentünk egy adott versenyre, megcsináltuk magát a versenyt, felkészültünk, és én ott egy kicsit mindig kivontam magam a bandázásból. Ez egyfelől tudatos is volt, de ez nem azért volt, mert én esetleg nem kedveltem valakit, de kialakulhatott egy olyan kép, hogy Herczig Norbi pont ezért, mert ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy ő nem tudom, felsőbbrendű, hallottam ilyet is vissza, szó sincs erről, egyáltalán nem gondolom ezt. Én nagyon-nagyon alázatosan állok ehhez a sporthoz, minden sporthoz, rengeteget teszek azért, hogy gyors legyek, és megőrizzem a formámat, és ebbe beletartozik az is, hogy kivonom magam az éppen aktuális, akár picit zrikákból is. Ikonikus az Azori-szigetek, az tényleg az volt az a hely, amikor először kiléptünk, hiszen az volt 2018-ban Ramonnal az első közös versenyünk az Azori-szigetek, és az tényleg egy olyan helyszín, amitől tátva marad az ember szája, a vulkán tetején gyors kocsizni, az egy óriási élmény. Nagyon szerettük a Kanári-szigeteket, szeretjük a Kanári-szigeteket. Minden versenyhelyszínen van egy-egy olyan rész, ami tetszik, tehát az látszik, és valóban a Rómát is nagyon kedveljük. Gyönyörű helyszínen megy a lengyel Európa-bajnoki futam. Talán egy, ami kevésbé tetszett, az a lett futam, ahol 2019-ben indultunk először, és nem lett jó az eredmény, és ott valamiért nagyon-nagyon mellé nyúltunk mindenbe, abroncsba, beállításba talán nem annyira, itinert nem jól dolgoztuk fel, nem jó itinert diktáltam, és ott nagyon-nagyon alul teljesítettünk, és ott valamiért maradt bennem egy kicsi ilyen negatívum, de maga a környék gyönyörű volt, és nagyon-nagyon jól szervezett verseny volt, egyébként ez hozzátartozik, de így kiemelni nem tudok egyet sem, mert mindenhol van egy olyan rész, olyan pont, hogy a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy inkább a pozitívumot próbálom, ami megfogott, és ami olyan, hogy nagyon nagy szeretettel, meg kedvesen gondolok vissza rá. Ramonnal nagyon jól megtaláltuk az összhangot, ez látszik. Nagyon-nagyon jó, hogy közös a cél. Ő is azért versenyez a mérén, mert a végén szeretne eredményt elérni, mindezt úgy, hogy valamilyen szinten legyenek élmények is, tehát ez is nagyon fontos. Nagyon-nagyon komolyan veszi. Többször van egy csoportunk így a csapaton belül, amit minden évben átnevezünk az éppen aktuális év dátumára, és abban azért írogatunk egymásnak viszonylag sűrűn, két naponta általában biztos, hogy még a holt szezonban is,
hogy mikor indulunk már, tehát hogy pont a csapatvezetőnk Kajcsa Zsolti tett ott közzé valami információt már az első futam tesztjével kapcsolatban, mert már azt szervezzük Portugáliában, és a Ramon erre azt válaszolta, hogy mikor indulunk már, tehát hogy ő is kellően be van sózva, és ő is nagyon vágyik és akarja a sikert, és ez így nagyon jó szimbiózis, nem beszélve arról, hogy bent a gyorsági szakaszon meg nagyon jó partner. Ugye mi mondhatom, hogy 5 főből áll alapvetően, nyilván a versenyzőpáros a két fő, a Kajcsa Zsolti csapatvezetőnk, Ramon testvére a Krisztián, illetve Vas Feri operatőr kollega, aki mondhatom, hogy már valamilyen szinten csapattag ő is, és mi így utazunk minden egyes versenyre, illetve egyszer-kétszer, hogyha Mati Zsolti személyedzőnk el tud még velünk jönni, akkor azt nagyon szoktuk akceptálni. Látjuk majd, hogy az idejében, hogy engedi a dolgos teendői, hogy itt olimpia van, akit olimpiára készít fel, rengeteg munkájuk van itt Budapesten a központban is, hogy mennyire tud esetleg elszakadni velünk egy-egy versenyre, de a szűk maga az 5 fő. A műsorunk és a szervizparkunk támogatója a Gépdepó webshop és szakkereskedés. A műsor támogatója a Keystones Raktártechnikai és Logisztikai Kft. Akárcsak hercigék, úgy a Vogel Adrien, Nóteisz Ivet kettős is 3 futamon át rajthoz az RC3 kategóriában, és az összetett 7. pozícióban zártak a Rally 4-es Ford Fiesta-val. Mi próbáltunk úgy menni, hogy jól érezzük elsősorban magunkat, ne vállaljunk túl nagyot, csak élvezzük így a rallit egyelőre. Annak örülök, hogy nem voltunk annyira durván lemaradva. Én azt mondom, hogy elégedettek is lehetünk, de látjuk azt is, hogy hova kell még fejlődni. Én a pályaversenyzésből nagyon sokat tudok áthozni mondjuk a ralliba, hogy finoman kormánymozdulatokat alkalmazom, és talán ez lehet az oka, vagy az, hogy máshogy fordulok rá egy kanyarra. Igen, mi próbálunk a gumival spórolni, meg ez ivódott belém mondjuk. Tényleg a Kia kupában ott egy utcai gumival mentünk, ahol egy nagyon minimális csúszás is nagyon sok tizedet jelent, úgyhogy nekünk erre nagyon-nagyon kellett akkor figyelnünk, hogy ilyen nagyon folyatni az autót, és nagyon finoman bánni a kormánnyal meg a gumikkal. Szerintem csak akkor kell vele egy kicsit foglalkozni, ha valami nem úgy sikerül, amit ő elképzelt, mert elég magasra teszi Adrián mércét, és akkor inkább így az önbizalmát, vagy így meg kell őt erősíteni abban, hogy ez nem baj, hogyha nem a 100%-ot teljesíti. De nem, helyén kezeli a dolgokat. Tehát nagyon jól tudunk együtt dolgozni is, meg hogy így barátok is vagyunk, ami persze néha egymás agyára megyünk, ahogy én az övére vagy ő az enyémre, de mondjuk ez tart 3 percig, szóval, hogy ahhoz képest, hogy mennyi időt töltünk együtt, mert most, hogy ez már a 4. szezonunk lesz, még igazából nem is volt köztünk vita. Ami szerintem 2 lány között nagyon ritka. Nagyon tetszik az, hogy ennyire precíz, és mindenre nagyon figyel, és hogy amikor már a végemet járom, például a Kanárin volt többször olyan holtpont, hogy jó, most menjünk a szállásra, mert nem bírom, de még ezt a putvonalat is járjuk le, és amúgy tökre igaza van ebben, tehát hogy én is ennek a híve vagyok, csak kanyarról kanyar hátán egész nap, meg egész héten nagyon nehéz, de neki is egyébként, tehát ő rosszul is lett ott többször. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ennyire precíz, és hogy le tudjuk egymást csillapítani, hogyha ő ideges mondjuk Kanárin, hogy nincsen óra, és tényleg csak a telefonjára meg az órájára koncentrálhat, és abba kell bíznia, akkor is le tudom én is nyugasztani, hogy minden rendben lesz, te annyira ügyes vagy, hogy ez is megy neked. Szeretnénk az EB-n menni, nyilván nem teljes szezont, és a Rally 4-es autóval. Ugyanúgy, úgyhogy nem tudjuk, talán egy 3-4 futam beleférhet. Itthon is szeretnénk menni, mert nagyon szeretünk az itthoni közönség előtt is versenyezni az itthoni pályákon. Úgyhogy legleg az a terv, amit tavaly. Nyilván mi is a maximumra törekszünk. Próbálom magamat mindig pusolni, de úgy érzem, még nagyon keveset mentünk.
Úgyhogy nem akarok olyan célokat állítani magam elé, ami egyelőre még lehetetlen, de már ennek is örültünk egyébként, meg várakozáson felül múlt, amit a 2020-as évben csináltunk. Borzasztó sok feladat van ezzel kapcsolatban, már csak az, hogy megálmodja ezt a csapat főnökünk, és elindulunk ennek a megvalósításán. Borzasztó nehéz így elkezdeni, és hogy minden összeálljon ahhoz, hogy mi oda kijussunk, az hónapok, évek munkája igazából. Ezen egy szervezett csapat dolgozik, a csapatfőnök, a mi szerelőink, mi ketten, a kinti csapat, akivel ugye megyünk az ország rallitín. Borzasztó sok munka. És ebben rengeteg csalódás is van, meg öröm is van. És ezek az apró örömök segítenek minket át azon, hogy ez emellett így kitartsunk. Már csak az, hogy az autók leszervezése, a szállások leszervezése, az ottani pályafelírás, a rákészülése a versenynek, és sorolhatnám, hogy mennyi minden logisztika, borzasztó sok. És nyilván, hogyha ezt úgy csinálod, mint például az Érdi TV bácsiék, vagy saját csapattal, ők ugye ezt teljesen, tehát a mi oldalunkról kicsit leesik azt, hogy ezt a csapat, a háttér munkát, azt, hogy ők kiszállítják az autót, azt így megoldják. De mi is csináltuk ezt éveken keresztül mondjuk a kamionversenyzésben, hogy az elejétől kezdve mindent mi intézünk. Hihetetlenül sok munka van nem mögött. Hát meg nagyon nehéz is, például a Kanárin sajnos nem volt ott a csapatvezetőnk, és például amikor mentünk versenyezni, már azon kellett gondolkozni, hogy úristen, most versenyre megyünk, de már Covid-tesztet mikor fogjuk megcsináltatni, mert már a hazafele úton kell gondolkoznod, hogy mindened meglegyen. És amikor még ilyen feladat is úgymond egy ember kiesik csak, akkor a versenyzőkre vagy bárkire annyi feladat hárul, szóval, hogy nagyon sok feladat van, amit nem is gondolnak az emberek, hogy mennyi mindenre kell gondolni, meg megoldani. Nagyon nagy összetartás volt, és nagyon jó volt így versenyezni, hogy ott voltunk kint magyarok, akkor este már együtt vacsoráztunk, segítettek nagyon sokat nekünk, mert hogy ők már azt hiszem ez volt az ötödik vagy a hatodik alkalom, hogy kint versenyeztek, és azért egy nagy biztonság is volt, hogy volt kihez szólni, meg kire számítani. Hát meg hogy így tényleg, hogy így együtt voltunk, meg érdekelte őket, hogy velünk mi van. Ja, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Természetesen az RC2 bajnoka Érdi Tibor sem maradhat ki a sorból, aki 2021-ben vagy a negyedik címet veszi célba, vagy szerencsésebb esetben újra egy erőt volánja mögött küzdhet meg a legjobbakkal. De természetesen, amikor az ember elindul egy versenyen, akkor az én élni szeretne. Meg gyakorlatilag én is úgy voltam magammal, hogy én szeretnék úgy bajnokságot nyerni az 100%-os teljesítménnyel. Így utólag ez sikerült, de igen, tehát ez az utolsó verseny is olyan volt, hogy például egy Kanári-szigeti versenyző azt mondta, hogy olyan, tehát nem is otthon lenne. Tehát ilyen verseny még nem indult otthonként, ahol ilyen extrém körülmények fogadták volna. Nem tudom, hogy ki az, aki még saját magának készíti föl, nem csak az Európa bajnokságon. Én azt gondolom, hogy itthon is kevés olyan pilóta van, aki saját magának rakja össze az autót. Tudni kell, hogy én a Mitsubishit tényleg két kézzel magamnak csinálom. A hajtáslánc az, ami vándorol Pécs és Budapest között, mert a váltót azt a Pécsen az Amerika cégek csinálják. És visszakapom is, és szerelem össze. De ától az ég tényleg kezembe adsz láthatlan be egy csavart, és megmondom, hogy hova való a Mitsubishibe. Talán ettől is tudunk ilyen gyorsak lenni ezzel az autóval, és ez is egy kulcsa a 3EB címnek. Ez egy kihívás lesz azért. Egy év kihagyás után esetleg erőtös autóba ülni, hogy mennyire kell újra tanulni a dolgokat, vagy sokkal kevesebb idő lesz a beszokás, az újra beszokás. Ezt nem tudom megmondani. Nagy kihívás lenne újra erőtös autóba. Már az első versenyen Portugáliában, amit elfelejtettem mondani például, hogy ott teszteltek kint minket, és pont a teszt alatt kiderült, hogy
a vasárnapi hazautazós repülőnket törölte a Ryanair, tehát ott voltunk kint, mint csapat, és nem tudtuk, hogy jutunk Magyarországra. És elrepültünk Angliába. Angliából repültünk haza, de Angliába 11 órára értünk ki a reptérre, reggel indult csak a gép, kitereltek minket a tranzitból, és szó szerint álltunk 3-4 órát egy helybe, mert a székeket elrakták a Covid miatt, hogy ne kelljen fertőtleníteni. 3-4 órát álltunk a reptéren úgy, hogy bemehessünk a repülőtérre újra. Tehát ezek olyan dolgok, amit itthon fogalmuk sincsen. Embereknek persze, nekünk könnyű ebbe a kategóriával nyerni, de oda jutni az nagyon nehéz. Portugáliából vissza, nem is, Kanári-szigetekről, az utolsó verseny után is még tartogatott meglepetést az élet, hisz a kamionunk lerobbant Franciaországba, és innen Magyarországról a magyar Mercedes segítségével intéztünk szervizt Franciaországba, tehát ezt is le logisztikába, hogy megjavítsák a teherautót, hogy haza tudjon jönni. Tehát nagyon sok mindent tartogatott az idei év, és hát ez a Covid dolog az, hogy jó lesz-e a papírunk, haza tudunk-e jönni, megfognak a reptéren vele, karanténba kerülünk, tehát fölhívjuk a rendőrséget, és a rendőrségnek fogalma se volt, hogy mi a történet, sőt, ugye hétről hétre változtak a döntések, a felsővezetői döntések, és ott voltunk kint, és vártuk, hogy na most milyen döntés jön, jöhetünk, nem jöhetünk, karantén, nem karantén. Itt azért az egész csapatnak a magánélete, mindenki, tehát a szerelőknek egy részének magánvállalkozása van, nem maradhat senki otthon 10 napot úgy, hogy nem tud dolgozni. Tehát nagyon nagy logisztika volt az idei év, volt már sokkal könnyebb évünk. Rally Café magazin támogató partnere a Tahográf Control Kft.